devil to deal toy with up there my pills him move up to do flip it all if Perecces Orsolya Gyöngy Ékszerek című könyvét szeretném bemutatni. Maga a gyöngyfűzés az egyik egy olyan kreatív elfoglaltság, ugye, amivel gyönyörű alkotásokat lehet készíteni, de egyben ugye nagyon sok türelmet is igényel. Viszont, hogyha belevágunk és elkezdjük megpróbálni az alaplépéseket, akkor szinte határtalan lehetőségekkel rendelkezünk. A könyv ugye elsősorban ugye kifejti magát ugye a gyöngyfűzést, erről kaphatunk néhány információt, majd pedig utána megtudhatjuk, hogy milyen alapeszközökre van szükségünk ahhoz, hogy minél több érdekes tárgyat el tudjunk készíteni. Ugye hát mivel a gyöngyfűzés elsősorban ékszereket, nyakláncokat és egyéb kiegészítőket lehet készíteni, viszont olyan formában, amellyel egyedivé és stílusossá tehetjük az öltözékünket és a megjelenésünket. Jó hír azoknak is, hogy olyan lehetőség is áll a rendelkezésre, akik netalán fémallergiások, viszont ugyanakkor szeretnének szintén csinosan és szépen egyedien megjelenni, azoknak szintén van lehetőségük ugye erre, és erre is fognak egy megoldást ajánlani. Aki szeretne ennek ellenére is foglalkozni a gyöngyfűzéssel. Kezdetben ugye megismerhetjük a különböző színű és fajtájú gyöngyöket, majd a későbbiekben, hogyha már ügyesek vagyunk, akkor ásványokkal is kiegészítetjük az ékszereinket, ugye, amelyek többek között azért is jó, mert jó hatással vannak a közérzetünkre. Ezt a könyvet ugye olyanoknak ajánlom, akik szeretik a kreatív elfoglaltságokat, és az emberül ugye türelmesek, mert ugye magához a gyöngyfűzés kellő türelemben van szükség, és szeretnék egyedivé tenni a megjelenésüket.